A szerdai adatok szerint 435 ember halt meg az előző 24 órában a koronavírus járvány következtében Spanyolországban, így az eddigi halálos áldozatok száma 21.717-re emelkedett. A fertőzöttek száma több mint 4.200-zal nőtt, így összességében meghaladja a 208 ezret. Bár a kórházakból a korábbiaknál bíztatóbb adatok jönnek, Spanyolországban nem lazítják fel a járvány miatti szigorú intézkedéseket május második fele előtt, és ezt utána is csak lassan és fokozatosan teszik majd meg, biztosította a parlamentet a miniszterelnök. Pedro Sánchez beszélt arról az 1500 milliárd eurós uniós pénzalapról is, amelyre a csütörtöki EU csúcson tesz javaslatot. A terv vissza nem térítendő segélyekről szól visszafizetendő kölcsönök helyett, ami az EU országainak súlyos eladósodásához vezetne. Az alap elosztása az alapján történne, hogy az országokat milyen mértékben sújtotta a koronavírus járvány humanitárius, szociális és gazdasági szempontból, vagyis azok kapnák a legtöbbet, akik a leginkább szenvedtek, vázolt a tervét Sánchez. A járvány megfékezése szempontjából újabb reményt keltő hír, hogy bezárt egy ideiglenes halottas ház Madridban. A Palacio de Hielo jégpálya volt március végén a második ideiglenes halottas ház, amelyet meg kellett nyitni a koronavírus járvány áldozatai számára.